Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Hamarosan kezdetét veszi az őszi parlamenti ülésszak. Mit lehet tudni a részletekről, milyen főbb napi rendi pontok kerülhetnek a képviselők elé? A sajtóban már megjelent nagyon sok törvénytervezet, ami az őszi ülésszakon elén kerül. Ezek főleg ahhoz kötődnek, hogy meg tudjunk az Európai Unióval egyezni, tehát megkapjuk azokat a helyreállítási alappénzeket, amit az összes Európai Unió országa megkapta, kivéve Magyarország és Lengyelország. És hát már kiderült, hogy valószínű, hogy ezek politikai jellegű kifogások, amit a két országgal szemben hoztak, de Magyarország és a magyar kormány megmutatja azt, hogy jó indulatúan áll a követelésekhez, tehát 10 olyan törvénymódosítás lesz, amit az Európai Unió, az Európai Parlament és az Európai Tanács kért. Tehát ezek a törvénymódosítások már meg vannak fogalmazva, ezek az őszi ülésszak elé kerülnek. És hát természetesen fontos törvények kerülnek még az őszi ülésszakba, hiszen rendkívüli időket élünk. A koronavírus járvány után azt gondoltuk már, hogy nagyobb baj nem érheti Európát, az országot, de azt kell látni, hogy az orosz-ukrán háború miatt olyan problémák halmozódtak fel, és igazából nem csak a háború miatt, hanem a szankciók miatt is, hiszen az Európai Unió több ország követelésére szankcionálja Oroszországot, és nagyon megugrottak a gáz, a kőolaj és az energiaárak. Van olyan ország, ahol 10-szeresére megugrottak a gázárak, és ezt kezelni kell Magyarországnak is. A legnagyobb dolog az, hogy átvészeljük ezt az időszakot, átvészeljük ezt a telet, mert szinte tarthatatlan, amilyen magasra kerültek az energiaárak. Tehát ezeket a törvényeket is meg kell hozni, ezeket a szabályokat is meg kell tartani, hiszen a rezsivédelmet mindenképpen fenn kell tartani az ország teherbíró képességének figyelembevételével, és a lakosság teherbíró képességének a figyelembevételével is. A kormány intézkedéseinek tükrében az elkövetkezendő időszakban a beruházások, fejlesztések hogyan fognak haladni, mi várható, mi mondható el? A legfontosabb beruházások folytatódni fognak. Tehát itt a térségben, akár Karcagon, a sportpálya, a Sámándobnak a beruházása folytatódni fog, az egész liget meg fog újulni Karcagon, folytatódni fog a 4-es továbbépítése is, hiszen ez a legfontosabb az egész térségnek, hogy a 4-es továbbépítése, 4 sávosítása ne fejeződjön be, vagy ne akadályozza meg semmi. Tehát a Törökszentmiklós, Berettyóújfalu közötti szakasz meg fog épülni az elkövetkezendő időszakban. Folytatódni fog Kisújszállás Karcag irányába, és Püspökladány irányából is épülni fog Karcagra. Tehát ez a beruházás is folytatódni fog. A kormány úgy döntött, hogy mivel kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben van az egész világ, főleg az Európai Unió, tehát óvatosabb gazdálkodásra kell rátérni. Tehát azokat a beruházásokat, amiket még lehet halasztani, azokat halasztja a kormány, amelyik beruházás már elkezdődött, azt mindenképpen folytatni fogja, hiszen torzóban maradt beruházás, építkezés nem maradhat. Nagyon sokat fog a kormányzat figyelni az energiatakarékosságra, hiszen ilyen magas gáz, kőolaj és elektromos árak nem gazdálkodhatók ki. Tehát az alternatív megoldásokra, a tüzelési megoldásokra, az energiatakarékosságokra nagyon sok energiát és pénzt fog fordítani a kormányzat, de ilyenkor tartalékolni kell, hiszen nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő év, és ugye nincsenek az országnak tartalékai, akkor úgy járhatunk, mint emlékezünk rá a Gyurcsány kormány idején 2008-ban, hogy az IMF-hez kellett fordulni, és kölcsönt hitelt kellett felvenni, mert máshonnan már nem kapott az ország, tehát ez elkerülendő mindenképpen. Ahogyan említette képviselő úr, Karcagon is több beruházás zajlik éppen, és nemrégiben történt egy sajnálatos eset a Varró utcai bölcsöde ügye kapcsán. Mi a véleménye róla? Hát a véleményem az olyan, ami biztos, hogy a tévénézők előtt nem mondhatom el, de én megnéztem ezt a Varró úti bölcsödét. Olyan károkozás, szándékos károkozás történt, és olyan alattomos módon, amit én még nem is találkoztam. Hiszen a fűtéscsöveket úgy rongálták meg,
úgy szurkálták ki, hogy az igazából ne lehessen észrevenni, csak amikor a nyomáspróba van. És szándékos rongálás történt, szeggel átütötték rá, visszahúzták rá a szigetelést, hogy azt ne lehessen észrevenni, csak amikor nyomás alá helyezik. Én nem tudom, hogy milyen ember követhette el, remélem a tettes megkerül, de az ilyen rossz indulat, az ilyen szándékos károkozás, a város egyik legszebb intézménye, mert csodálatosan megszépült a bölcsőde. Nekem is a három fiam oda járt, ez egy csodálatos, megújult bölcsőde, és ilyen szándékos károkozást, amivel kárt okoznak a közösségnek, én ilyennel nem találkoztam. Én bízom benne, hogy az elkövetőt megtalálják, megtalálja a rendőrség, hiszen rendőrségi feljelentést is történt, és megkapja a méltó büntetését, valószínű nem olyan méltó büntetést, amilyet igazából megérdemelne. Ugye a nevelési évhez közel lett volna ugye a kezdés a Varró utcai bölcsődében, most mennyire tolódik? Hát én beszéltem a kivitelezőkkel, még most csak a kár felmérése történik, hiszen ezeket a fűtéscsöveket akkor rongálták meg, amikor még nem kerültek a falba vakolásra, nem kerültek lebetonozásra, tehát most még csak felmérik a kárt, hogy hány helyen. De valószínű, hogy a több tízet vagy lehet, hogy százat megközelítő lukat furkáltak az egész fűtési rendszerre, tehát amikor nyomás alá kerül, akkor mindenhol folyik a víz. Én azt gondolom, hogy néhány napban még kerül a károk feltárása, és utána sok falfelület, sok járólap visszabontásra kerül, hogy megtalálják és meg tudják javítani azokat a pontokat, ahol a fűtéscsövek kilukasztásra kerültek. Tehát látszott az, hogy van, ahol szeggel ütötték át, valahol csavarhúzóval, tökéletesen látszik a nyom, a szándékos károkozás. És igazából, hogyha meg lesz az elkövető, akkor is az a helyzet, hogy nem lesz hamarabb kész a bölcsőde. Valószínű, hogy ezt a kárt nem lehet megtéríteni, de mindenképpen egy kicsit lelki nyugalmat ad, hogy ilyen galátságot nem lehet büntetlenül elkövetni. A nagyobb beruházások mellett kisebb fejlesztések is folyamatban vannak városban, mint például új parkolók is létesülnek. Mondjuk erről is néhány gondolatot. Igen, de nem gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt, de láttuk azt, hogy olyan nagy mennyiségű gépjármű van Karcagon. A családoknál először az egy, a kettő, van olyan család, ahol már három gépkocsi is van, és itt a főtéren nem lehet parkolni. Az önkormányzat megoldotta az iskolák előtti parkolást is, de látszik az, hogy a katolikus templomnál, a piacnál még igazából áldatlan állapotok vannak. Két dologra kell ilyenkor figyelni, amikor közlekedés biztonságra figyelünk, a parkolóknak a mennyisége, hiszen rengeteg gépjármű van a karcagiak tulajdonában, és rengeteg kerékpáros van. Idősebbek, fiatalok, gyerekek, akik iskolába mennek, és párhuzamosan a parkolók, a gépjármű forgalom megnövekedésének megoldása, és a kerékpárutak biztonságossá tétele. Én járok a városba kerékpárral, én látom azt, hogy milyen jó a kisújszállás úti kerékpárút, széles, a felfestés megtörtént, most már a korlát is a kisújszállási úton feltételre kerül. És a piacon is persze sok vita volt arra, hogy az ott lakók nem szerették volna a kerékpárút megy előttük. De látszik az, hogy akár piacnapon a kerékpárosoktól a gépjárművek nem tudnak közlekedni. Balesetveszélyes helyzetek vannak. De most már a kerékpárúton tudnak közlekedni, védett környezetbe, és így jobb a kerékpárosoknak, jobb a gyalogosoknak, és jobb a gépjármű tulajdonosoknak is. Én azt gondolom, hogy Karcagot elérte az a fejlődés, amikor már ilyen problémáink vannak, mint egy nagyvárosba. Lassan véget ér a nyári szezon. Hogyan értékeli képviselő úr a Tiszató környékének és környezetünknek, térségünknek a turisztikáját ebben a nyári időszakban? Hát sokan abban hibába esnek, hogy a tavalyi évhez hasonlítják a turisztikai forgalmat, ami a tavalyi év egy extra erős év volt, hiszen a koronavírus járvány miatt feloldásra kerültek a korlátozások, de még külföldre nem lehetett annyira utazni, és mindenki belföldön nyaralt. Most egy kicsit a tavalyi évhez sokan azt mondják, hogy kisebb lett a forgalom, kisebb lett a bevétel, hiszen sokan utaztak külföldre, Horvátországba, Görögországba, környező országokba, és kevesebben voltak itthon. De a 2019 éves évhez, a koronavírus járvány előtti évhez hasonlítjuk, akkor nagyon jó eredményeket mutat a turizmus. Ez látszik a Tiszatónál, látszik Berekfürdőnél. A Tiszatónál volt probléma, hiszen láttuk azt, hogy extrém
aszályos nyár volt. A Tisza vízhozama töredékére csökkent le, a Zagyvánál át lehetett ugrani, Szolnoki torkolatnál át lehetett gázolni Kiskörénél, úgy, hogy az embernek a nyaka még ki volt, nem túl magas ember, és úgy át tudott sétálni a Tiszán Kiskörénél, hogy nem süllyedt el a vízbe, tehát ki tudott lenni a feje. Tehát extrém alacsony volt a vízhozam. Szolnoki ivóvízellátás miatt kellett biztosítani, a Tiszatóból ereszteni kellett le a vizet, és hát a gazdák is öntöztek. Kevesebb víz volt, és most az augusztusra a Tiszató vízmagassága sokkal alacsonyabb volt a szokásosnál. De így is élvezhető volt, így is lehetett strandolni, csak nem volt olyan szép, mint amilyen szokott lenni egy esősebb, csapadékosabb nyáron. Ha már a mezőgazdaságnál jártunk, ugye talán a legaszályosabb év volt, nyár volt az idei. Mi a vélemény erről a jövőben? Hogyan orvosolható ez a probléma? Hát én amire visszaemlékszem, nem emlékszem ilyen aszályos nyára, ilyen száraz időszakra. És idősebb gazdálkodókkal is beszélve, ők sem emlékeznek rá. Tehát erre mindenképpen fel kell készülni. Itt a környéken, Karcak környékén, a környező településeken öntözési csoportok alakultak. Tehát a gazdák összefogtak, összefogással, különböző területek csatornakotrása, öntözési berendezések beszerzésére összefogás lett. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban sokkal jobban fel tudunk készülni, hogyha ilyen aszályos időszakok következnek, mert fel kell rá készülni. Nem csak az árvízre, nem csak a belvízre, hanem az aszályra is. És törekedni kell arra, hogy minél több vizet tudjunk a csatornákba, a Tiszába, a Tiszatóba, a Hortobágy-Veretyóba visszatartani. Hiszen közhely az, amit mondunk, hogy több víz kifolyik Magyarországról, mint amennyi ide befolyik. Tehát az a feladatunk, hogy minél több vizet tudjunk visszatartani. Ha aszályos idő van, akkor öntözni, ha árvíz van, pedig az árvízvédekezés szempontjából. A kistermelők szerepe, a helyi kistermelők szerepe mennyire értékelődik fel egy ilyen helyzetben? Fel fog értékelődni mindenképpen, hiszen az én gyermekkoromban az összes zárt kertet művelték. Egy időszakban a zárt kerteket felhagyták, nem termelte meg a zöldséget, a gyümölcsöt magának, és most az energiaár, és nem csak az energiaár, hanem az energiaár emelkedés maga után vonja az élelmiszerár emelkedését. Hiszen ha magas az energiaár, akkor nagyon drága a műtrágya egyáltalán kapható. A malomiparban az elektromos árammal működő malmok is sokkal drágábban tudnak termelni, tehát mindennek megy fel az ára, és jobban felértékelődik majd a kertekben a zöldség, gyümölcs termesztés, vagy akár Karcak környékén az zárt kertekben. Tehát azt gondolom, hogy ez fel fog mindenképpen értékelődni, hiszen sokkal nagyobb értéke lesz a jó minőségű, ház körül előállított zöldségnek és gyümölcsnek. Én azt gondoltam, hogy ez nem fog visszajönni, de azt látom, hogy szükség van a kistermelőkre, a kertekre, a kert körüli munkára. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!